Én azt gondoltam, hogy ők azért ültek oda, mert nem láttak engem. És föl sem merült bennem, hogy azért ültek oda, mert én ott voltam. Azt a mindenit, ez mennyire árulkodó. Igen. Egy embernek az önképéről. Igen. Köszöntöm Önöket a Szavakon túl mai vendége, Hernádi Judit, Jászai Mari Díjas színésznő. Karrierét a Víg Színházba kezdte, 35 éve szabadúszó. A magyar szórakoztatóipar egyik legtöbbet foglalkoztatott színésznője. Lánya Tarján Zsófi, a Honeybeast együttes énekesnője. Ő következik. Na, kérem szépen, Hernádi Juditnak átadtam egy listát. Hát Ezen 20 olyan fogalom van, amely az ő életének egy szereplőjére, korábbi idézetére, epizódjára, egyik aspektusára utal. Uh -huh. Hernádi Jügy, azt a döntést hozta, hogy a prim számok mentén <laughs> határozza meg, hogy melyik témák kerüljenek szóba, hogy mindig az alany választja ki, hogy miről Igen. beszélgessünk. Úgy, hogy ő se tudja voltak éppen, hogy ezek a fogalmak miképp is reagálnak az ő életére? Hát biztos, hogy nem. Hát ebből nem lehet választani, így fogalmam nincs, hogy, hogy mi micsoda. Mondjuk, igen, van, ami mondjuk szimpatikusabb, van, ami kevésbé. Most a 11-es, ez a vízválasztó, és az egy nagyszerű prímszám, Tessék. Kezdjük azzal? Igen. A vízválasztó az ugye egy metaforikus kifejezés a heti hetesre. Igen. Ja, mert hogy te uh -huh. sokszor elmondtad, hogy uh -huh. ott egy másik kalapba kerültél, egy picit máshogy tekintettek uh -huh. rád. Igen. ezért is volt furcsa nekem az a nyilatkozatod, amikor azt mondtad, hogy szinte minden évben ott akartad hagyni. Igen. Ilyet. igen. Ö... Legalább egyszer. Azt mondta, évente egyszer átfutott az agyamon, hogy ott hagyom. Na most a, a helyzet az úgy áll, hogy lehet, hogy többször is átfutott az agyamon, hogy ott hagyom. Viszont ennek a, ennek a műsornak volt egy fantasztikus előnye, hogy minden alkalommal, de minden alkalommal ö, új szerződést írtunk. Tehát mindig ott írtunk a tartalma nem volt új, de mindig szerződés volt. Tehát nem volt egy általános szerződés, nem volt egy olyan, hogy ebben az évben, sőt olyan se volt, hogy ebben a hónapban hihetetlen szabadságot adott. Ezért akkor játszhattam el azzal a gondtal, hogy napot hagyom, amikor akarom. De miért akartad ott hagyni? De gondolom, hogy mindig más miatt. Az egyik az, az volt, hogy roppant megerőltető volt egyébként nekem, de nagyon sokat tanultam ebből a dologból. Szóval roppant megerőltető volt, mert erre én rendesen fölkészültem. Utána olvastam. Másrészt meg én nagyon sokat játszottam is. Harmadrészt meg egy idő után, az, az elején biztos, hogy nem, az elején inkább csak emiatt gondolhattam arra, hogy ott hagyom, hogy, hogy nehéz volt meg. Befogadtak de, hát még... egyből? Befogadni? Befogadtak, de azt tudom, hogy azt a pánikot, amit én ott éltem meg az első műsorok idején, amíg nem tudtam, hogy ezt hogyan kell csinálni, az az, az vérfagyasztó volt. Melyik része ijesztett? Ott ültünk, ugye ez, ez egy nem élő, fel, nem élő adás volt, de élő felvétel. Tehát ezt egybe vettük föl, ebből vágták meg, ezzel nem lehetett az, hogy most álljunk meg és Igen. vegyük még egyszer, ilyen nem volt. És ö, a szerkezetét azért mindenki tudja, és senki se kell erről talán fölvilágosítani. Ugye jöttek a hírek, és ezek a fantasztikus elmék meg, megmondták, amiket mondtak a hihetetlenül sziporkázó agyal, agyal, és gondolatokkal, és ebbe bekapcsolódni, hát azért ez... ez ez nem volt semmi, és néha olyan volt, hogy úgy éreztem az elején, hogyha nem kapaszkodok rögtön meg, legalább valami hülyeséget nem ö, ö, bruttyantok ki a számon, akkor, <laughs> akkor, akkor soha többet nem fog megszólni, és éreztem azt a dolgot, hogy és most se, és most se, és most se, és így meghalok. Egyébként volt olyan kolléganőm, aki végigült az egészet némán, de viszont jól érezte magát. De ő tudta is, hogy többet valószínűleg nem fog jönni, Szóval, és ezzel ő kibékült. De én meg én meg egyrészt az még előtte volt, szerintem ez még az eleje, ő csak én utána jött már. De hogy szóval hogy, én nagyon szerettem volna ebbe bekapcsolódni, és, és néha megértem azt, hogy, hogy ez, ez, ez végzetesen lecsúszok róla. Erről a, erről a hálóról, és aztán később, amikor új vendégek jöttek, akkor én ezt tudtam, hogy ezt érik meg. Ugye, Segítetted őket? Én értelműen? próbáltam, próbáltam segíteni, nem mindig vették úgy, mert, mert ez már egy olyan idegtépő állapot, ami akkor van, hogy... Mm, mm, hátul az a kis ember, aki fél, az, vagy, 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 vagy kontrollál, az, 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 egy kicsikét, az, úgy, az, 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 ott a nagyon idegesen mozoghat sok emberben ilyenkor, az nem mindig vette észre a segítőkezet. Hmm. Nem volt olyan is, akinek nem akartam segíteni. De azt mivel érte el? Hogy nem szerettem. Uh -huh. És undok volt, és nem akartam. Néző szeret... ezt, hogy te őt nem szereted? Szerinted? Nem tudom. Nem, nem is érdekel különösen. Nem, ebbe. ezt nem érdekel, tényleg nem érdekel. Aztán később, hogy azért kérdésedre válaszoljak gyorsan, később pedig azért alakulhatott már ki, hogy én időről időre ezt gondoltam, hogy úgy éreztem, hogy el eláfárad a műsor, mert ez, ez már 8-9-10 év környékén volt. A tizedik évben én már egészen biztosan tudtam, hogy, hogy, hogy ezt abba kéne hagyni. Én úgy éreztem nekem, de valahogy a becsület az, az úgy diktálta, mert a szabadságom megvolt, tehát bármikor mondhattam volna, hogy nem. De a becsületem úgy diktálta, hogy nem akarom őket elereszteni, vagy otthagyni. Szóval úgy éreztem, addigra már annyira belettem oda ágyazva, hogy, hogy fontos volt, hogy ott legyek. Én meg arra gondoltam, hogy valami emberi... Mi? konfliktusok okozhatták azt, hogy te néha azt mondtad, hogy megbántottátok egy. Nem volt Á, olyan? Nem. Á. Soha nem mentetek ő valá? Nem, nem, nem. Igazából egyetlen egy ember bántott meg engem, akit viszont nagyon szeretek és az annyira értelmetlen, most én kimondom neked, a hajós Andris volt, aki megbántott engem. Igen, és szerintem pontosan azért, mert nem fogta föl, hogy segíteni akarok neki valamiért. De nem bántott meg? Mindegy, mert már túl vagyunk rajta, és én magam sem emlékszem, de tudom a fájdalmat. Tudom a fájdalmamat, éreztem. Adásba. És akkor te rögtön tudtad, hogy ezt nem kellett volna? Mindegy, Hát persze, hogy tudtam, hát fájt. Hát azt ki nem érzi, hogyha valami fáj. És ilyet te hogy tisztázol? Oda mész utána, felvétel végeztél? Nem tudom, nem, nem emlékszem már rá. Ez, 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 ez annyira mindegy, mert a, ha Andris engem annyira szeret, és én is annyira szeretem az Andrist, és nyilván azért fájt annyira, mert ennyire szeretem. Hm. Ennyi. Úgyhogy ezt Igen. tisztáztátok. Persze. Igen, nem, nem, nem bántottuk mi egymást ott igazából soha. A fiúkat vagy vagy a közösséget Igen. arról meg kellett például győznöd, hogy uh -huh. mondjuk egy egyszerű példát. Havas Szenik azt írja az uh -huh. önéletrajzi könyvében, hogy ő kezdetben azt hitte, hogy neked előre megírják a szövegeidet. Milyen ügyességeket beszél. <laughs> és rá kellett jönnie, írja, hogy mondom az ő védelmébe, hogy pár adás után rájött, hogy a legszellemesebbeket te mondod, és pontán. De kezdetben volt egy ilyen vélelme, írja ezt az egyik könyve. Most mert mit mondjak? Hát ezt, ezt gondoltál. Az tény, hogy én otthon azokat szépen irogattam, és volt olyan ember is, aki, akivel ezeket megbeszéltem, hogy ő neki miután ez, ez ilyen volt. De ilyen, hát ez akkor is én csináltam azt, meg én mondtam. Igen. De kellett neked például ilyen értelemben bizonyítani? Segítség, szerintem, nem, bizonyítani nem? valakinek. Ha. Mit? Hogy? Ne haragudj, bocsáss meg, nem értem. Az hogy, az, hogy te ennyire eleven gondolkodású, vagy ennyire differenciáltan ráadásul tájékozott is vagy. Tehát, hogy ez a kép hát, egy gazdagodott rólad. Ahhoz, na, képest, ez, ez igen, ilyen was. szempontból lehet vízválasztónak nevezni, igen, mert a, addig a, a, a véleményemet, amikor elmondtam, akkor arra védekezésképpen, után elég szabad szájú voltam, és eléggé kemény véleményeim voltak emberekkel és helyzetekkel kapcsolatban, e, ezt védekezésképpen nyilvánvalóan az elszenvedő kollégák és emberek azt mondták, hogy hát ez hülye. És ez ilyen nagyon egyszerű egyszerűen be lehetett fejezni. Nyilvánvalóan a hülyeséget beszél, mert hülye. Hm. Azért mondja, hogy én tehetségtelen vagyok, mert ő hülye. Mondták ezt én rólam, pedig én nem azért mondtam, hogy ő tehetségtelen, vagy valami hasonlót. Ilyet nem mondtam, hogy tehetségtelen. De hogy alkal... mondott te azt? Nem tudom. Azt Volt olyan alkalmatlanságról gondolkodtam én életemben már, és ennek néha volt, hogy némileg hangot adtam, ha nem is egy darabig. Most már nem adok hangot, mert most már mindenki élje végig azt az életet, ami neki, ami neki jár. Nem segítek megmondani, hogy nem érdemes ezt csinálnia. De így kereke megmondhat, hogy ezt nem kéne neked csinálni. Annyi volt más ilyen, van. Volt ilyen. Aha. Volt ilyen. Igen. És ezt meg el tudom képzelni, hogy ilyenkor az ember azt mondja, hogy hát a másik hülye. Igen. És ma már miért nem mondod? Ja, hogy ma már miért? Mert Igen. minek? Partonomat. Van, amikor van amikor néha azért hasonlót mondogatok, de nincs értelme. Hm. Az már nincs értelme. Neked fiatalon megmondhatta volna ezt valaki? Nem feltétlenül ez, hogy pályahakalmatlan hm. vagy. Hogy kéne csinálnod? Mire figyelj? Ez nagyon rossz volt. Hm. Ilyet elfogadtál volna te valakittől? Nem, érdekes kérdés, kérlek szépen... Ö ezt, hogy elfogadtam, a, a, valakit azt hagyjuk ki. A mondatot a, a, rágtam volna meg. Uh -huh. Az teljesen mindegy, hogy ki mondja. Teljesen mindegy? Szinte mindegy. Tehát mondjuk a sirály után a jegyszedő mondja, vagy darvas, ugyanúgy elgondolkodsz. A, elgondolkodtad a mondat, a, a, igen, és attól függ, hogy miről mondja. Igen. Tudsz is mondani egy olyan példát? Nem. Azt, ami így átfordított valamit? Nem. 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 Ilyet kirostálsz. Ki? Ki, mert valószínűleg azért, mert mindegy, hogy ki mondja, tehát mindegy, hogy ki mondta azt, vagy kiindított meg bennem egy gondolatot, azt én gondoltam tovább, másokkal, mások gondolatát is esetleg oda tettem. Most nem jut az eszembe, hogy lett volna egy személy, aki meghatározott volna ilyen szem. Várkony hát ilyen volt. Nem? I na igen, de ő a tanárom volt, az más. Igen. A Várkonyi, igen, hát ő mondott néha dolgokat, igazad van. Uh -huh, uh -huh jó, jó, segítesz nekem, köszönöm szépen, otthon vagy bennem, látom erről a sok <laughs> szóról. Na, igen, a várkony, igen, ő mondott nekem ilyesmit, igen. Mit nyesegetett rajtad, ha kellett nyesegetni? Hát a várkonyi például mondott olyat, hogy én az életem elején nem leszek sikeres, Látod, ebben nem volt igaza. És, és hogy várjam ki a 40-es éveimet, mert hogy akkor leszek én érett színésznő. Ebben igaza volt, de, de az, hogy nem leszek sikeres, abban nem volt igaza. Mire alapozta ő ezt vagy? Az alkatomra. Uh -huh. Túl magas, nem naiva, nem lehet használni fiatalon. A sikernek se lettem én a betege inkább, inkább félre Ezt hogy érted? Hát úgy, hogy, úgy, hogy nem éltem vele. Nem, nem éltem vele, szóval nem, nem, gondoltam azt, hogy az tényleg úgy van, vagy tényleg igaz. Vagy. Szóval a sikert se hittem el, mint hogy a rossz véleményeket se hittem el nyakló nélkül, a, a, dicséreteket se hiszem el nyakló nélkül, szóval úgy nem. De miért nem hiszed el szerinted? Ez érdekes dolog. Mert nem. <laughs> mert, ö, ö, hát, mert ezek a dolgok félrevisznek. Tudod, volt egy édesanyám, a, és ő mindig azt mondta nekem, hogy ne fogadj el semmit, kislányom, ez benne van, mindegy, majd kész, mindegy. Most mondhatom, készül persze. egy egy könyv, amit majd írunk ketten a, a lányommal. És és hát emiatt sokszor benne volt az anyám, és az én viszonyom, és az én is a lányom viszonya a, a fő csapás irány, de hát az anyám is annyiszor előjött, és az én anyám azt mondta nekem, hogy ne fogadj el semmit, lányom, mert mindennek ára van. És tudod, a, a mindennek ára van, valóban a dicséretnek is ára van, annak is van egy mögöttes tartalma, én ezt már nagyon sokszor észrevettem, főleg ha szembe jön mögöttes tartalom, tehát valamit elvár érte, aki mondja? Mm, lehet. Tehát szándékból jön? Lehet. Mit tudom én? Nem tudom, nem gondolkodom rajta, de, de igen, nem lehet tudni. Szóval még, óvatos vagyok vele. Mit tudom én? Nem tudom, óvatos vagyok vele, miért higgyem el? Kinek hiszed el? Magamnak baj. Magam. Gálvölgyinek kell hiszed? Neki is elhiszem, igen. T igen, igen. De mindent megszűrök, mindent. De ez Minden. jó. Hát mit tudom én, hogy jó-e most már ennyit időt eltöltöttem, így hát most már mindegy. Mit tudom én, nem tudom, hogy jó-e. Hát így van. És mindig így volt. Tehát, te így mindig a fenegye meg, így. Akkor fenegye meg. Hát így, hát így, igen. Na, válaszunk egy másik témát. Na, jó van. Rendben van, igen. Melyik legyen? Mire gondolsz? Bármelyik, jó? Nem ragaszkodom a princámokhoz, te jelölted be, az is lehet. Hát <coughs> metamorfózis, az is annyira hasonlít ezekhez. A metamorfózis, Na? az én információm szerint, te nem voltál szép kislány, ez ja, igaz? nem, ez nem voltam, csúnya De az mit jelent? Csúnya? Ez kimered, így mondom. De milyen volt? Hogy kellett képzelni? Hát csúnya voltam. Magas volt, nagyon sovány, roppant x lában volt, Ö, a fogaim is nagyon csúnyák voltak, és egyáltalán. Nem, ezért ronda lány voltam. Tudtad magadról? Tehát az volt az érzeted, hogy nem vagyok szép? Azért egy lány esetén az nem egyszerű dolog. Hát nem ez volt az érzetem, hát ez volt velem érzékeltetve arról, nem beszél, hogy nagyon ügyetlen voltam. Tehát, de kiérzékeltette Mi Mit tudom? Ezt már nem, az az egész környezetem, ez mindegy. Én ezt, ezt nem néztem én ennek utána, hogy ki. Szóval én nem keresek hibásokat, hogy ő az ő az. Nem, ezek a, Nem, de én bennem ez úgy csapódott le, hogy én ronda vagyok, és ronda is voltam. Ronda voltam, és abszolút ügyetlen. Ja, Istenem, a torna hogy én azoktól hogy féltem. Hát én majdnem azért nem lettem színésznő, mert egyszer azt olvastam valami cikkbe, hogy rengeteg torna óra van. Rengeteg torna és mozgásórák vannak, amiken a színészek mit tudom én, mindenféléket kell És akkor azt mondtam, én akkor nem leszek színész, mert ilyen egy tornateremben <laughs> <emberekben> nem merek <laughs> Forzalom. Borzalom. De aztán lettem. De nem Az csúfoltak emiatt téged? Nem a tornaterem miatt, hogy általában véve? <laughs> Kicsit, igen. Bánt ezt téged, azt mondom, hogy nem emlékszem. Nem, én készséggel elhiszem. Csak biztos, kér... hogy csúfoltak. biztos, hogy csúfoltak. Biztos, hogy csúfoltak. De, de biztos, hogy csúfoltak. Nem tudom, ezek, ezek a dolgok beépültek belém. Ez már bennem van, ennek az eredménye bennem van, Földolgoztam, és ezen már nem gondolkodom, hogy csúfoltak-e vagy sem. Ez, ezen túl vagyok. Uh -huh. Ezért nem tudom, de de most így, na most hosszan ások le az agyamba, Ezzel sok időt terveztünk, vigyáz. <laughs> <laughs> és oda a az arra jutok, hogy de, igen, csúfoltak. Igen. Igen. Ez mit okoz egy lányba? Gátlásosságot, szemérmet, szégyenlősséget, bátortalanságot? Dühöt és reményt, hogy majd egyszer megmutatom. Hogy egyszer megmutatom? Uh -huh. Akkor ez neked egy nagy hajtóerő lehetett. Persze. A színészet is valószínűleg innen fakadt, nem? Nem tudom, hogy ez honnan fakadt, mert azt tudom, hogy amikor először erről szó esett, hogy, hogy valaki színész lesz az iskolába, tudom, a le egyik legszebb lány mondta az osztályba, hogy ő színész lesz, és akkor olyan volt, mint mintha megütöttek volna. És szó szerint azt gondoltam, hogy hát hogy, hogy, hogy ő, ő, ő nem ő lesz színész, én leszek színész. Hm. És amikor te ezt mondtad anyukának, apukának, osztálytársadnak, akkor mit mondtak? Nem is mondtad? Nem mondtam még, mert ez egy nagy. ez egy olyan volt, hogy belülről egyszerűen ez megütött. Ezt más is el fogja neked mondani, akinek volt ilyen, hogy egyszerűen én ezzel az egy dologgal születtem. Tehát én nekem nem kellett választanom, hogy esetleg orvos leszek, vagy, vagy katona, vagy. Badakat terelő juhász. Szóval ezeken nem kellett nekem, ez az egy volt adva, és amikor ezzel először találkoztam, az megütött. Ö... Igen, és amikor életemben először voltam színházba, az is egyszerűen megütött pedig nem volt egy jó élmény, érdekes volt, a Tener Jones házasságát láttam a madárszínházba, fölment a függöny, és az úgy kezdődik, hogy valaki oda dob egy könyvet az asztalra. Legalábbis így ezen az előadáson ez így kezdődött, és olyan kosz volt a színpadon, hogy a könyvet egy ledobt, egy porfelhő szállt föl, és ezért mindenki röhögött az egész nézőtéren, és én tudom, hogy én, én olyan szívdobogást kaptam, hogy ilyen gyönyörű én még Életemben nem láttam. Ez, ezt, neked elmond. És biztos, hogy nem azért, mert porhe, porfelhő volt vagy valami. Nem tudom, hogy a színház. De azt mondod, hogy a bizonyítási vágy ott uh -huh. volt benned. Igen. Az hogy nyert teret, szerinted? Hmm. Hát, az, na látod, az egy nehéz dolog, amíg az ember totál egyedül van, és itt megtanultam totál egyedül lenni, hogy hogy magadnak kell egyedül elhinni, hogy erre te képes vagy. Ez egy, ez egy nagyon nehéz kérdés. Mert Kondicionálni bárhova, kell magát az Nem tudom, erre. mert bárhova fordulsz, ott ott mindenképpen azzal találod magad szembe, hogy na, de hát hogy gondolod, kislány, hát hogy nézel ki? Hát hogy gondolod, kislány, hát azért, hát szóval, na jó van, kislány, hát azért ez így nem megy. Mert hogy ezt így mondták nekem. Hát hogy, hát persze, hát hogy, hát, hát hogy ne, hát figyelj, és ezzel nem kell fönnakadni, hát ezer emberből hány lesz színész. Igen, csak tudom, olyan támogató neked egy tized. Ett. Igen. És az már fájdalmas, mert véres. Érted, egy, egy hát érted, azonban nincs egy egész ember. Szóval nagyon kevés, hát nagyon kevésből lesz színész. Jó, azt mondtad, a bizonyítási uh -huh, vágy az uh -huh. meg volt benned. Mikor De meg? Az jaj, elég mikor téten. hagytam abba? Igen. Aha. Ó, ez egy jó kérdés. Azt hiszem soha. Azt hiszed, soha? <laughs> igen, igen. Ez sokáig így maradt. Az sokáig így maradt? Sokáig így maradt. Igen, tehát az emberbe beépült bizonytalanság, amit gyerekkorba beépítenek, annak dacára, hogy mondom, nem nevesítem, hogy ki tehet róla, mert én úgy gondolom, hogy csak én, aki engedtem ezt. Ö, az, az bennmarad. Hát az bennmarad. Hm. És lehet, hogy soha nem múlik el. Nem múlik el. Nem. Nem. Egy ilyen védekezési alakul át, ö, ami miatt például te azt mondtad nekem, mielőtt leültünk volna, hogy én unom, a, unom a, a, az, interjúkat. az interjúkat, ami nem igaz. Én szorongok az interjúktól, bármilyen nemű interjútól, Méghozzá azért szorongok, mert leprésel. Érted? És ettől, ettől mindig úgy érzem, hogy most valaki megállapítja, hogy én milyen vagyok, és ettől annyira <laughs> rossz kedve. <laughs> <laughs> Igen, ez is elveszi a szabadságomat. Akkor én most már ilyen vagyok. És ez olyan rossz. Hmm. Érted? Abszolút. Ez milyen érdekes. Uh -huh. Pedig annyira szuverén ember uh -huh. vagy, meg annak uh -huh. a hírében is állsz, hogy érdekes, mennyi görcs, vagy bizonyítási vágy, vagy bék jó van egy emberen hogy kicsit megkapargadja. Persze, persze, persze. Igen. Igen. Igen nyilvánvalóan nagy szabadságvágy az abból adódik, hogy hogy sok minden húzza le. És mm -hmm. akkor ellentart az ember. Igen, és akkor ellentart az ember így Mindjárt rátérünk a szabadságra. Az egyik téma van. egyébként az. Jó. Csak azért az érdekelne. Nem, engem. Érdőt, nem én majd jó. azt feldomom, mert jó, azért erről van. beszéljük. Jó, hogy az, azért van. engem az érdekelne, hogy abból a lányból, aki a nőiessége miatt ezt azt kellett, hogy halljon, abból hogy lett aztán egy bombanő pár évvel később? Hú, hát ez hideg? Hát ezt nem tudom. <laughs> <laughs> hát én ezt, én ezt nem tudom. Ezt magam se értettem ezt egész tisztán, hogy ez hogy a jó Istenben van. Én nem vettem észre, ezt egyszer csak, figyelj, csak azt elmondom neked így röviden ezt a történet, mert ugye ez azért egy személyes dolog kellett ugye az embernek, hogy amikor 14 körül voltam, hogy de idősebbnek néztem ki, és ültem a Balaton parton, és egy, egy rakás fiatal ember odaült mellém de úgy körém, és akkor én esküszöm neked, én azt gondoltam, hogy Istenem, hát nem merek megmozdulni, mert biztos nem vették észre, hogy én itt. Én azt gondoltam, hogy ők azért ültek oda, mert nem láttak engem. És föl sem merült bennem, hogy azért ültek oda, mert én ott voltam. Azt a mindenit, ez mennyire árulkodó. Igen. Egy embernek az önképéről. Igen. Azt a minden, itt, 14 éves. Igen. És ez mikor változott meg? Nem nagyon változott meg, ez tulajdonképpen a mai napig úgy van, hogy néha azt gondolom, hogy emberek nem tudják, hogy ott vagyok. Igen, igen, hogy legalábbis. Hogy azt nem tudom, vagy vagy azt szeretném énni, nem tudom. Igen, nem tudom. Mindegy. szól ez, ez tényleg egy, egy emblematikus pillanat volt az életemben, de. Um, hmm de jellemző. Na, ennyi. És mai napig is jellemző, azt gondolom. Másképpen, de jellemző. És olyan van, olyat fel tudsz idézni, amikor konkrétan ráismertél arra, hogy ez a négy fiatal mert most azért jött ide, mert nagyon is észrevett engem a nőt. A nőt? Hmm. Hmm. Nem, nem, nem volt fontos. Nem volt fontos? Nem volt fontos. Nem volt fontos, mert ez már akkor engem annyira nem érdekelt. Nem volt fontos. Hát pont emiatt kellett volna, hogy de, de Nem érdeked, de nem nő akartam lenni, hanem hanem ö, sikeres ember, hát szóval. De te azért éltél színésznőként a nőiességeddel. Azért egy nagyon Biztos, dekoratív. Biztos, hogy éltem színésznőként a nőiességemmel, de mint eszköz. Uh -huh. Eszközként éltem meg, és fogalmam volt, hogy, hogy, ezt használom, szóval nagyon gyakran fogalmam volt. A, szintén állandóan ismétlik ezt a bújtorfilmet, tudod, amiben... Ja. Valami, valami pici ruhácskába ottan ne, Annál kisebben, mint amennyiben kellett volna. Abba ottan ülök, és hát eszetlenül kín vannak a, 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 a egyébként gyönyörű előnyeim, szóval tényleg, és szóval hosszú lábam is, meg a gyönyörű melleim, ami akkor, hát szóval aztán tényleg, szóval ö, nem tudtam róla, azt én akkor a szöveggel voltam elfoglalva. Te nem tudtad akkor, hogy te jó nő vagy? Nem, igen. És tudom, hogy nekimentem az ajtónak a felvétel. Szóval ennyi. Igen, igen, igen. És Tehát az ügyetlenségem az megmaradt. Igen? De olyan pillanat volt a te életedben, amikor erre úgy emlékeztetett a környezeted, hogy volt egy aha élményed, hogy arra hatt életbe. Én az egy jó csaj vagyok. Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom, a magánéletemben biztos volt, de ez annyira nem. Nem, nem tudom. Még egy érdekes volt, a, a, a vége. Ez volt az eleje, elmeséltem neked az elejét, Igen. ugye? A, az a női életem eleje. A vége, az szintén hasonlóképpen zajlott. A, amikor is nagyon szépen fölöltözve, legalább tíz éve volt, de lehet, hogy több, nagyon szépen fölöltözve kiléptem a, a, háznak az ajtaján, ahol lakom, ez Budán van, de egy normál utca, és kiléptem az ajtón, a kapu ajtaján, és ott láttam, hogy a túloldalon négy-öt fiatal ember beszélget. És akkor kopogott a cipőm, és van, ha jól néztem ki, miniszoknya egyáltalán. És akkor gondoltam, hogy na most, amíg elmegyek az autóig, most ezek biztos így majd megnéznek. És csak annyit tudok mondani, hogy nem. Hm. És akkor tudtam, hogy aha na látod, ezt például észrevettem. Nem lehet, hogy csak a rosszat akarod, Ö, vagy nem, a rosszat nem, leszel és Nem, ez nem rossz volt. Ez egy pontos. Ez egy pontos biológiai pillanat. Mm. De ez, ne, ez egy ilyen dolog. Ja, jó, hát most mit mondjak neked, hogy most ellenkezel velem? Igen. Miért? Igen. Pedig ez egy ilyen dolog, ez egy ilyen dolog, hogy egyszer csak az embert nem veszik észre. Ö, egyszer csak nem kap visszajelzést, majd beszél más nőkkel is. És ezt téged nem töltött el, ha csak ugyanígy van én azért a máskor? De én. nem voltam tőle boldog. De levontam belőle a következtetést. Ami arról szól, hogy Semmilyen, hogy ez így van, és kész. Hm. Hogy a világ milyen szépen kerek, és mennyire tudja a dolgát. Lehet, hogy akkor, amikor te engem itt az előbb is nyomogattál erre arra, hogy ez nekem milyen, az nekem olyan, az pontosan azt akarja kiszedni belőlem, hogy én mikor féltem. Mert mert ez azt jelenti, hogy ö, hogy, hogy ez félelmet ébreszt az emberben, hogy öregszik, vagy valami. Én a félelmet gyűlölöm. Hogy nem kell félni? Hát ö, azt nem mondom, hogy sikerül mindig nem félni, de de ö, ö, én arra igyekszem, hogy, hogy amikor félelmet akarnak bennem kelteni, onnan meneküljek. Biztos, hogy volt egy kis maga, amit mindig elrejtettem. Igen. Mindenki elől? Hát szerintem igen. Igen. Ez mi lehet? Ez sérülékenység? Sebezhetőség? Hmm. Önvédelem? Ez az a bizonyos önvédelem? Hmm. Igen. Nem hiszem azt, hogy másra lehet támaszkodni. Én nem hiszem. Nem hiszed? Nem. 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 De nem. annyi rossz tapasztalat, mondd, Nem szeret. biztos, hogy rossz tapasztalatom volt, el se jutottam odáig. Nem hiszem. Figyelj, én még nem estem le villamos. Sok minden <laughs> nem Villamosról nem estem le. De sokszor volt, hogy régebben, hogy most már csak autóbusz, amikor megyünk vidékre, hogy, hogy gyújtják a kezüket, hogy lesegítsenek engem. És én meg mindig arra jut, arra gondolok, hogy ha odaadom a kezemet, akkor egy kezemmel kevesebb van, hogy én meg tudjak kapaszkodni normálisan. Mert hogy ő biztos, hogy nem fog engem megfogni, az biztos. Tuti. Hát tuti. Hát ez olyan, hogy elkéri a kezemet, de tuti, hogy nem segít. Hát de ennek is azért seheted nagyjából egész év az eredőjét, nem? Hát mm, valószínű, nem de én so. csak ilyen kocapszichológusként. Na, na, mondja, na mondd, mi? Gyerekkorodban Biztos. az, ami akkor ez rögzült, egyedül kell Persze, megoldanom, nem számíthatok egyedül, igen, másra, Igen. igen és igen. nem akarnak feltétlen jót, vagy valami igen, nem akarnak, lehet mögötted. Igen, azért mondom, anyukámnak a tanítása ez a ne fogadja semmit, mert mindennek ára van. Ez is egy olyan, hogy megfogom a kezét, elfogadom, és szóval az, 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 érted, annak ára van, hát letöri. <laughs> Tehát ahhoz, hogy te elfogad valakit, ahhoz nagyon sok időnek kellett lenni. És arra is csak rábaszok, hogy finoman fejezzem most ki magam, elnézést kérek mindenkit. De rajtani. miért? Mert ez a megfigyelés. Igen? Mm. De emberi csalódásokkal jár, nem ugye? Nem csalódok én senkibe. Én nem várom el tőle. De én nem csalódok. Te nem tudom azt mondani, hogy ő tehet róla. Én nem gondolom, hogy ő tehet róla. Én tehetek róla, hogy odaadtam magam. Egészen. Ó. Ez biztos, hogy így van. Nem mernék vitatkozni. Jó, hagyjuk hát. Nem én szereted én a kiszolgáltatottságérzést? Ja, igen. Na, ne de jó, annyira szeretek veled beszélgetni. Igen, de tényleg ez jó, mert meg tudod fogalmazni. Igen, igen, az. Ez a probléma. Igen, nem szeretem, hogy kiszolgáltatott vagyok. Na nézzünk egy másik témát. Bármit választhatsz. Ja. Jó. Jaj. Hmm, elemcsere. Ez mi lehet? az elemcsere, hogy a legutóbbi időkben azt lehetett róla hallani, hogy vidéken egy házikót csinosítgatsz, ja, és ott tervezed a... Az elpusztulásomat. <gül> <gül> ezt mondtam én, igen. Ott szeretnék elpusztulni. De miért használod ezt a szót egyébként, hogy elpusztul? Tesszik, annyira szép szó. Állatok szoktak el. Hát pont ez az, emberek hát, elhúnynak, hát elmennek. Igen, de az állatok sokkal természetesebb lények, mint az emberek, és én szerintem az, hogy elpusztul, az nagyon szép. Szó. Én nem akartam erről beszélni, de nincs interjú az utóbbi időben, hogy ezt a szót valahogy ne csempésznék vele. Mert De foglalkoztat téged? Biztos. Igen, igen, igen. Igen. Igen, ez, igen, hát ez tisztába kell lenni, az ember elér egy bizonyos kort, és akkor onnantól kezdve kell tudni, hogy mi felé kell haladni. Hát ez van. De ez engem nem bánt. Én nem mondtam, hogy várom, hogy holnap után meghalljak. Én ezt nem várom. Ijegységgel se tölt Ha arra gondolsz, hogy ez egyszer véget ér, hogy ez véges, ez a sok jó. Az nem baj. Az nem baj? Az nem baj. Az nem baj, ha vége van. A vége van valaminek, az jó. Mert kezdődik valami új? Igen. És szerinted a halálba az nem feltétlenül kezdődik, tehát ne arról beszéljünk, de általában, hogyha valaminek vége van, én azt szeretem. Még akkor is, hogyha még lenne benne benzin? Akkor is. Ha annak vége kell legyen, akkor legyen vége. Uh -huh. Igen. És most visszatérve a heti hetesre, én úgy gondoltam, hogy annak már vége van. Már, már az már vége volt akkor, amikor még csináltuk. Szóval ott vagy Lenvidé. És akkor én már kiléptem belőle, és még mindig csinálódott, úgyhogy igen, pár évig, igen, már nem sokáig. Igen. De ha ma visszapörgethetnénk az időkereket, lehet, hogy korábban lépnél, ha jól sejtem. Hmm, nem mindegy, de látod, nincsen ilyen, hogy mit csinálnék, ha. Ez iridlem benned, ez egy képesség, hogy az ember le tudja úgy zárni a múltat, Igen. hogy azt tudja mondani, az egy kimerevített pillanat, történt, Ennyi ahogy, történt. történt ahogy történt. És ez egyébként Ingen. tényleg ez egy jó tulajdonságom. Jó, túl büszke leszek. <laughs> hát ismered azt a típust, aki megállás nélkül egy életen át azon gondolkodik, ha ott én megmondom annak. Nem, ez borzasztó. Az borzasztó. Az borzasztó. Neked meg... egy ilyen sincs, egy nem. elvarratlanság? Nem, meg még a férfiakban azt szerettem, a katona történet. <laughs> Lesz, az még nem. <coughs> <a jól. tos> Akkor kívül az arcodra, hogy. Hát ezt tényleg <coughs> Ez, ez, ez borzalmas. <coughs> Igen. <tos> Szóval ott vagy vidéken, a kis Igen. házba, az szóval hogy kell elképzelni? Fogalmam ezt? nincs, mert még nincs kész. Én magam is volna fogok lemenni, majd megnézem, hogy mi van. Hát borzasztó lassan alakul, mit mondjak neked. Nagyon lassan alakul, pedig nem nagy, de nagyon lassan alakul. Hát ez van. De te ott teljesen kilépsz magadból, uh -huh. nyugod, Nem ugott vagy. Azt, azt, nem, azt nem tudom, hogy ott mi lesz, mert, 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 mert ott van, hogy, hogy ráadásul ott van az én barátnőm is, aztán másik barátnőm is ott van, őket mondjuk szeretem, nagyon, de vannak még más barátok is, és én látom, hogy ott olyan az élet, hogy így bim-bum bemennek egymáshoz. És úgy elgondoltam az én sajátos természetemmel, hogy én ezt... Hogy fogom bírni? De majd lehet, hogy jól. Én nem tudom. Sok minden alakulhat az emberben. De plusz, ugye van nekem egy lányom. A lányommal nem könnyű az én viszonyom. Szeretném hozzátenni, hogy írunk egy könyvet erről. De ez csak azért, mert azt mondtad, te, hogy ezzel baj van. Hát nem érdekel. Na, szóval, hogy. hogy hogy, hogy ő is ott lesz, és nekünk az együttlétünk is egy nem egy könnyű együttlét szól. Ezt, ezt is most tanuljuk tulajdonképpen így vénkorunkra, én vénkoromra, ő meg felnőtt korára. De milyen értelemben el. nem Újba. egyszerű? Nem egyszerű, nem tudunk könnyen együtt lenni. Nem tudunk könnyen együtt lenni. Valahogy két tudás egy csárdába, vagy mi a jó Isten, én nem tudom pedig nagyon szeretjük egymást. És ráadásul ő is egy hatalmas aurával rendelkező asszony. Azt nekem is van egy ilyen, és úgy eléggé taszítjuk egymást a szoba két sarkába. Szóval érdekes. érdekes. Tehát így fölcsattantok? Adott olyan is másra? van, aztán meg nagyon szeretjük egymást, uh -huh. aztán meg minden, ilyen. ilyen, ilyen. De ez egy ilyen sem nélküled, ami mondjuk nem olyan nagy baj, hiszen egy anya Viszont. Nem nagyon lehet ezen már változtatni. Egy ilyen állapotban vagyunk mi, és most ő, od, ő nagyon vágyik ott lenni. Meg én is nagyon vágyom ott lenni. Tehát nem az van, hogy... Tehát most össze leszünk szorítva ebbe a kis ízébe. Hát érdekes lesz. Azt látom, hogy nem vagy nyugodt teljesen. Nem, nem tudom, hát mert várom, hogy mi van. És ilyenkor arra gondolok, hogy hát a nagy baj nem lehet, van nekem ott a barát. átmegyek hozzá, aztán... Jéz. Igen. Hát vagy üljön hozzád, amit Igen. még nem Igen. nagyon látsz magad előtt. Azt meg nem látom magam előtt, hogy az hogy van, de így, így, így. De jó lesz ez, jó lesz ez, majd érdekes lesz. Te majd gyere le te is. Hát ha ez... örömmel. Hát azt nem tudom, de, 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 de előtte szóljál. Na jó. akkor megijednél azért egyszer, csak hogy megkopognék. Nem szereted a váratlanságot? Nem. Ugye? Nem annyira. Pedig olyan spontán és improvizatív ember vagy, milyen érdekes ez? Uh -huh. Ebbe igazad van, igen, nem szeretem. Mert az is a kiszolgáltatottságot jelenti. Pedig, hát igen, de az, azért igyekszem elfogadni, mert tudom, hát más, más nincsen, csak ez. Igen, hát ez el kell fogadni, hogy minden változik. Minden változik. Tulajdonképpen ez a jó benne. Ez a remény, hogy minden elmúlik egyszer. Hát. És tudsz arra mondani nekem egy példát, hogy ott lenne, ez hol van pontosan? Mely részén az országnak? Ez Balatonnál Balaton. van. Balatonnál, igen, nem a parton, de, de nem messze tőle, és akaratján van. Akaratján. Mi Simonta. történik ott veled, vagy a te személyiségedbe és a hangulatodon, ami például itt Pesten nem előhívható? <há> Egyelőre semmi. De mondom, hogy nem vagyok ott. De Hát ugye azt gondolom, hogy ott, ott van jó lesz majd, ott nyugodtabb leszek, zöld lesz ottan kicsit körülöttem talán, meg, meg ilyenek. Nem hiányzik Én majd van. ez a nyüzsgés, ez a pesgés, a jelenlevés, a fontosnak levés? Ó, ez egy időben nekem fontos volt, igen, szerettem a város zaját, szerettem, szerettem. Most már annyira nem. Nem, nem, nem. nem. Igen, azt gondolom, hogy itt az idő, hogy. De hát ott is lesz nyűzsgés, csak. Persze. Persze. Biztos. Hogy... Nem fogsz -e ott unatkozni? Nem. Ezt biztosan állíthatom. Nem. Látod magad előtt, hogy ott tudom, hogy a kiskertben tevékenykedsz? Nem, ohal... azt nem látom magam előtt, majd a zsófi. Azt látom magam előtt, hogy a zsófi kim van és ás. És <Sz> ezen közben te mit csinálsz? Hogy látod magad? Én ezt bennézem. nézem. <Sz> ezt, ezt, látom magam előtt. <Sz> <Sz> Jó lesz az szinte. Jaj. Na. Na, menjünk tovább. Nézzük egy menjünk, éj, másik kívánat. Nézzünk, nézzünk másik <Sz> Tényleg még van valami? Hajjaj, rengeteg. Na. No. Jó Istenem. Na, no. Jó, rendben van, vagy vagy. No vagy vagy. Ez például rímel. Mintha én választottam volna. Csákányi Eszter pár héttel ezelőtt ebben a műsorban arról volt szó, hogy ő ugye nem vállal a gyereket. Ja. És nem. ő azt mondta, hogy ő nagyon sok olyan pályatársát látta, akinél az élet vagy alkotás kérdés azért az elég érvényesen fölmerült. Ja, igen. És az ő vélelme vagy meggyőződése szerint a kettő nem megy együtt. Nem is könnyű. Nem is könnyű? Hát nem. Neked okozott valaha ez olyan dilemmát, hogy azt kellett mondanod, hogy na most, na most, itt vagy ott? Az úgy volt, én azt gondoltam, hogy kell a gyerek. Ez, 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 ez egyszerűen úgy éreztem, hogy szükségszerű. Hogy szükségszerű, hogy legyen. Hogy kell. A én problémám az főként az volt, hogy apa apa kérdés volt, a, mm, és itt van egy nagyon mély dolog, amire már tapintottunk, ez a kiszolgáltatottsági kérdés, hogy egyszerűen nem, én úgy éreztem, hogy a, ki vagyok szolgáltat vannak, hogyha egy férfi ö, úgy van benne az életemben, hogy ez egy normál család, és ö, én ezt, ezt, én ezt belátom, hogy ez egy súlyos ö, ö, változott az én fejemben a világról, de én erről nem tehetek. Egész egyszerűen én úgy gondoltam, hogy a gyerek az enyém. Ezt most nem nagyon értem. A gyerek a tied, és ez hát, kizárja. Nem akartam azt, hogy, hogy, szerintem nem, nem tudtam elképzelni igazából azt, hogy egy apa, anya és gyerek. Ezt így nem. Mi rémízted benne? Nem tudom megmondani. Ez majd egy másik műsor, meg amikor te meg pszichiáter leszel, vagy akkor. <laughs> nem de vagyok, alapjában véve egy darabig érdekelt ez a kérdés, de aztán miután így kiment a probléma az ablakon, ez, ezen nem foglalkoztam, pedig mondjuk lehetne, nem. Mert... És mondd, az se zavart, Na. hogy ezen lépés, vagy ezen szándék mentén a lányodnak az életét is... Ilyesféle módon meghatározott, igen, hisz ő apa nélkül nőtt fel. Nem egészen, nem egészen, mert azért ugye biológiai apja mindenképpen volt, sőt, egy igazi apja is van, és az nagyon jó Tartja viszonyban a kapcsolatot, van. igen, csak igen, hogy nem egy Csak hogy én egyszerűen, egyszerűen, valahogy ez nekem nagyon nehezen ment. Szóval ez nekem nagyon, a gondolat nagyon nehezen állt össze az agyamba, hogy, hogy, hogy egy férfi még úgy ott legyen, de úgy már igen, hogy valaki, hogy nem az apja neveli. Ez már így könnyebb volt. Hát azért mondom, ez majd egy pszichiáter, szóval ezt majd egy pszichiáter egy fogja szakember, igen. Egy szakember. Sajnálom, hogy így van. A, ez, ez szintén a kiszolgáltatottság kérdését súrolja, hogy ennyire nem bírom. És nem érezted azt, hogy például csak ebből az eredeti aspektusból uh -huh. kiinduló, hogy például a színészi pályán bármi is megsínlette azt, hogy neked időnként anyai teendőid is voltak? Nem egyiket se érzem. Szóval egyiket se érzem azt, hogy vesztett volna a súlyából. És hozzá szeretném tenni a mai napig is, ha ezt most így példának tudnám mondani, és én nagyon csodálkozom azokon a pályatársaimon, akik ezt nem teszik, pedig már tehetnék, hogy, hogy én, ha például a Zsófinak van egy olyan koncertje, amin ott akarok lenni, én azt leadom a, az egyeztetésekre, mert ráadásul sok fele, hogy, hogy, én azon a napon nem játszom. Mert én azt akarom megnézni, ezt mint munkát leadom. Mert ő, az hát, hogy aznap nem játszol a Igen, tehát az, az, az lehet, hogy ez így nem volt érthető, hogy mint munkát, hanem hogy, hogy, le, igen, leadom, mint, mint elfogad. kötelezettséget. Igen, igen, mint kötelezettséget. Akad. És van olyan pártásod, aki nem így jár el? Hát nem, vannak olyan, emlékszem, hogy van olyan pályátásom, aki azt mondta, hogy hát úristen, a, a saját esküvőjére beírtak egy, egy egy előadást, és akkor azt tudom mondani, hogy hát életem, hát. ne haragudj már. Hát. Akkor megérdemled. Igen, ezt hát. gondolom, hogy megérdemlégem. De neked nem is volt ilyen értelemben életre-halára fontos az a pálya, ugye? Tehát valaki bele akar dögleni a szónak abban az értelmében, hogy. Amely... Ja, ja, beledögleni szerintem nem szabad semmibe. Egyetlen egy dologba szabad az életbe, de az, az adva van. Nem, én nem szerintem nem kéne beledögleni semmibe. Nem kéne. Egy időben azt hittem, hogy dűből kell dolgozni, meg haragból dolgoztam, mint nagyon sok fiatal, azt gondolja, hogy igen, ez a forradalmi Igen. állapot miatt van. Ez a korhoz van kötve ez, hogy most megmutatom, Igen. és most düböl dolgozik, de már rájöttem, hogy nem, nem, az se kell. Nem kell düböl dolgozni. És nem hiszek abban, hogy meg kell dögleni. El kell menni a határig sok mindenbe, de megdögleni, Hm. Nem. Persze. A szónak átvitt értelmében. Értettem, persze. az átvitt igen. értelmében is mondom. Ö, ki mit ért az alatt, hogy beledögleni, jó? Ki mit ért? Mert hogyha csak jó játszom, és ezt aznak, hogy beledögleni, akkor igen. Mert jó játszani, jól kell. De, de túlfeszíteni egy húrt, és azokért olyan, olyan áldozatokat hozni, amik visszafordíthatatlan folyamatokat indítanak el egy emberben, abba ezt nevezem ezt én beledöglésnek, azt nem kell. Pszichésen. Úgy akár értad. pszichésen, akár testileg. Akár testileg. Ilyenre is láttál példát. Hát hogy ne? Olyannak is mondtad, hogy ezt ne csináld, mert fejjel a falnak? Nem emlékszem. <hül> nem emlékszem. De biztos mondtam. Biztos mondtam. Ha szerettem, akkor mondtam. Csak annak szólsz, akit szeret? Hmm. Nem. <laughs> Nem. Nem, de a, a színházon belül igen. 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 Ingrid Bergman mondta azt, hogy a hosszú élet titka, az a jó egészségben és a rossz memóriában rejlik. Ó, de jó. Isteni. De ez a baj, hogy el fogom felejteni. <laughs> No, még válaszunk kettőt. Jó, kettő. Van még idő? Ajjaj. Mi szerintem a megrázom magam meg volt, nem biztos. A megrázom magam az nagyon rímel erre. Na, az, az én mondom, az én. arról szól, azért az egy érdekes feladat, és azt mondod, hogy nagyon sokszor nincs kedved ja, kimenni igen. a színpadra. Ó, nem, nem nagyon sokszor. Soha. Soha? Hát soha. Hát ez, ez az alap fölállás. Igen, mert én így szorongok, hogy nincs kedve. De mitől félsz, vagy mi a baj? az nem, emberek előtt való nem, levés. Nem, ez nem baj. Nem. Egyszerűen én csak úgy tudok kimenni a színpadra, ha azt mondom, hogy nincs kedvem. Érted? Mert kedve az amatőrnek van. Annak mindig van. Igen. Én látom a magam előtt tolandó, hatalmas feladatot. Ehhez az embernek ilyenkor nincs kedve. Legutóbb, amikor egy műtőasztalra feküdtem, akkor is azt mondtam, hogy elnézést kérem, Nincs kedvem. Ez ugye érthető. Ez is ugyanaz, csak lelkértem. Nincs, nincs kedvem, de megcsinálom. Azt észreveszi a néző? Nem. Ha nagyon nincs? Olyan nincs. Olyan nincs. Olyan nincs. És azt hogy hívod Ott... elő? Nem hívom elő, bemegyek, és rendben van. És rendben van. Persze, általában rendben van. Általában rendben van. Nagyon Mikortól? Így, Mikortól? Ö, mindig, azonnal, De szinte már azonnal. Te belépsz a színházba, ott még. Nem, nem, amikor bemegyek a színpadra. Uh -huh. Ott dől el minden, tehát ezért, ezért izgulunk mi, ezért, ezért izgulunk szerintem mi, vagy szorongunk ö, színészek, mert mert hiába készül, bárki fölkészülhet bármennyire. Ott ez egy pillanatnyi műfaj, és nem csak attól függ, hogy én mennyire vagyok diszponált. Ez nem attól függ feltétlenül, hanem attól is, hogy ők milyenek, hogy ők befogadóak-e. Mert hogyha ők például... Most éppen úgy vergődtek oda a színházba, hogy le volt zárva az egész egész közlekedés, és éppen hogy beestek, akkor nagyon nehéz őket megfogni. Akkor te milyen vagy, Ön, ha ezt érzed, mondjuk három perc után? Semmi, mert rájuk figyelek csak. De ezt érzem. Ezt érzem. Ez egy, ez egy közös játék. egy közös játék, hogy ők mit éreznek, éppen mit olvastak, mi a, mi a, a pillanatnyi helyzet a világban, az is benne van. Minden, ezt minden színész tudja ezt a dolgot. És hogyha gyönyörűen esik a hó, és nehezen értek oda, de boldogok, mert melegbe vannak végre, akkor érdekes, akkor mindig jobb kedvük van. Hm. Igen. Jobban is játszol ilyenkor? Nem. Feltétlenül. Nem feltétlenül. Nem feltétlenül. Nem tudom, vannak áldott pillanatok persze, és vannak áldatlan pillanatok, de, de azért én így, szóval amikor én be vagyok, akkor én igyekszem mindent odaadni. Tényleg. Csak nincs kedvem. De előtte előtte. Csak így tudok bemenni, hogy nincs kedve. Csak így tudsz bemenni? Hát én nem azt mondtam, hogy nekem az, azt fogom mondani, hogy nekem kedvem van kimenni, kimenni, akkor hívják a mentőket. Hát ez egy hatalmas feladat kimenni. Ehhez nem lehet az embernek kedve. kedve az, én úgy hívom, a kedve, az, az, az az amatőrnek van uh -huh. kedve. Tehát te úgy indulsz el otthonról, hogy Macera, szitkozót, arroha. hogy is. Nem? Én, nem, akkor oda nem, nem is gondolok rá. Akkor oda akarok érni, akkor ott vagyok, hogy én ott jól vagyok, és utána csak arra az három perc, amíg, amíg én ezzel foglalkozom, hogy ezzel a résszel, hogy szorongok, hát azt össze kell nyomni, hát nem lehet egy szorongásba tölteni az életemet, minden nap játszom, borzalom. Nem, nem, azt nem lehet úgy tölteni. Nem, akkor fölkészüljük, és mi előadás előtt van egy olyan 10-15 perc, amikor a sokszor ment színdarabot is mindig átlapozom egy kicsikét. Ez olyan, mint hogy kinyitok egy fiókot, és rendet teszek, és akkor tudom, hogy mi hol van, és akkor ott benne az már működik, az egy nyitott fiók lesz. Igen, ez így. De ez is csak pillanattal előtte van, hogy nincs kedvem. Sőt, még azt is szoktam mondani, hogy nem tudom a szöveget. És őszinte legyek, közvetlenül előtte miatt bemegyek, én azt is érzem, hogy én nem tudom ezt a szöveget. Belépsz és eszedbe jut. Mert, tudom, de, de ez elképzelhetetlen ez a gondolat, hogy 80 oldalt föl fogok mondani. Ez valószínű egy jótékony, doppingoló, inspiratív pánik. Igen. Igen, azt lehet mondani. Igen, egy kisebb típusú pánik. Most már hát muszáj összenyomni ezt a pánikot, mert különben nem lehet élni. És ez nő, vagy csökken az idő előre haladtával? Ez nem, nem, ez hullámzó. Hullámzó. Mitől függ? Nem tudom. Vannak évek, amikor nagyon rossz, és vannak évek, amikor jobb. Most jobb. Tehát most nincs annyi. Most nincs annyi. Most jobb. De volt olyan év, voltak olyan évek, amikor, amikor szörnyű volt. De láttam más kollégámon is, hogy ez előjön. A nagyon nagy pánik. Nagyon nagy pánik. Te láttál nagy pánikban lévő színész színpadra lépni. Láttam. Észrevettem, hogy, hogy abban van. A nézők észrevették? Nem. nem. Nem, szerintem nem. De ö, aztán ö, együtt mentünk haza autón, és akkor tudom, hogy beszélgetünk erről, és kiderült számomra, hogy igazam van. Hm. És ez úgy van szerintet, hogy az idő előre alattával minél nevesebb nem. egy színész, annál nagyobb a veszteni valója és ezért fél? Mm, nem biztos. Nem biztos. Tehát ettől teljesen független. Tehát, hogy független, igen. Én, én szerintem vannak ilyen periódusok, amik előjönnek ilyen rettenetes, megmagyarázhatatlan félelemmel teli periódusok. Pedig te nem szeretsz félni. Nem, de hát vannak. Hm. Neked vannak nagyon olyan rossz napjaid, amikor úgy melankólikus vagy? Mikor van jó. Na. Nem. De én, de, de én rendszerint melankólikus vagyok. Igen? Igen, melankolikus vagyok. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy kicsit depresszívebb? Kicsit depresszívebb, igen. Igen. És azt te szereted? Hát jó, mert megvéd. Jó, megvéd? Persze. Az jó, jó dolog depresszívnek lenni. Akkor nem közelítik meg az embert annyian. És te azt szereted? Ha sokan közelítik meg, az nagyon fárasztó. Abban mi a fárasztó, hogy kell? Az, hogy kell? mindig akarnak valamit. Uh -huh. Tehát te az a típus, hogy aki imán el vagy egy magadban, lehúzott redőnyökkel, tévét nézel? El vagyok, nézve, Én elvagyok, igen. El vagyok. elromlott a tévé, és akkor leszoktam a tévézésre. De vettem egy újat, úgyhogy mindegy. <laughs> De leszoktál azért, hogy ne kelljen hírni mondjuk egy előtt? Nem, azért, mert kíváncsi voltam, hogy le tudok-e szokni, mert nálam háttértévézés folyt. Igen. Tehát mindig csináltál valamit, és közben ott ment a Mégem, híradó. Igen, szerettem. A híradó, nem. a híradó nem. Csak olyasmi ment, amiben nem merülhetett föl, hogy benne vagyok. Mert? Olyan csatorna. De ment, miért? Amiben... Mert, mert az fölidegesít. <laughs> nem szereted magad nézni? Nem. nem. Az a típus, hogy aki a hibákat látja? Nem látok semmit, hagyjanak békén, hát, akkor nem ezzel foglalkozom. De szereted egyébként magad visszanézni? Nem, zavarlak, nem zavar, hogyha véletlenül látom magam. Nem zavar, sőt, néha bele is tudok merülni. És azt is tudod mondani, hogy arra volt edve, azért ez jó volt. Igen, olyat is tudok mondani, igen. Mondasz is egyet? Volt, Mond, mondok. Ja, hogy ma, én most Most mondjam. egyet, amire azt Fogalmam fogadhat. nincsen. Hogy azt úgy szívesen megmutatnád a... Nem, olyan nincs. Nem mutatok meg senkinek semmit. Mindenki keres rá magát, amit akar. Nem, nem akarok senkit megerőszakolni. Senki. Nem, tényleg nem. És amikor így nagyon vagy uh -huh. kicsit ilyen melankólikusabb, vagy mennyi időre kellett hogy legyen benned igény arra, hogy találkoz ezekkel a bizonyos barátaiddal, hogy kimegy? Nem tudom, ez azért nem tudom, ez alap, alap, alap melankólia. Én szerintem is. Ö... Hogy mennyi idő. Hmm. Jó, mondok neked olyat, hogy hogy e ezt nem tudom, mert az élet ezen átsegít, erre nem tudok válaszolni. De tudok valami mást mondani, ami esetleg erre rávilágíthat. Hogy amikor elmegyek, elmentem nyaralni néha szállodába, mondjuk ez egy szálloda, és ilyen, van ott egy medence, és. A, a, van a 400 személyes szállodának egy medencéje, 20 darab nyugágyjal, érted? Ezért hajnali négykor lemennek ledobálni a kurva törülközőket. Ismered ezt a Persze. Na, én akkor az első nap még hajnali négykor, első nap ugye észreveszem ezt a tendenciát. Második nap hajnali négykor lemegyek, és ledobom a törülközőt. A harmadik nap erről leszorulok, arról nem beszél, hogy le is égek, de ezt hagyjuk ezt a, hagyjuk ezt a részt ki, hogy leégtem. És, és egyszer csak így Egyszer csak azt veszem észre, hogy... A, a, negyedik nap már, már ja, és akkor ül, ott fekszem ezen a kurva nyugágyon, és nem merek fölkelni, mert hogy, mert hogy akkor más oda megy. Akkor szégyellem magam, hogy én elfoglalom mások elől a nyugágyat. Észreveszem, hogy ő most jött, ő valószínűleg tegnap előtt érkezett, tehát ő most jött rá, hogy ezt így kéne csinálni. Másnap látom a vigyorgó arcát mellettem, hogy most már ő is megcsinálta. És akkor egyszer csak eljutok odáig, hogy bennülök a szobába, és ki sem megyek. Napokig. Igen, mert, mert annyira szorongok az egésztől, hogy borzasztó. Hmm. Hogy borzasztó. Pedig mennél ki szíved szerint? Hát nem szívem szerint, hogyha volna hely, mert volt olyan is, olyan szerencsém, hogy, hogy ilyen baromi nagy helyen, de a húsz nyugágyra volt öt ember, és akkor kurva jó volt. Akkor jól éreztem magam. Akkor például nem merült ez így föl. Bennem, hogy ez, akkor tudtam le is menni, föl, és akkor nagyon klassz volt. De így, ez, ez, így összeszorul bennem minden. Nem jó. Nem jó. És akkor alig várom, hogy hazajöjjek. Azzal telik a, az út hátra levő része, hogy számolod a napokat, hogy mikor jöhetsz haza. Akkor. De mindegy, mert én nem szeretek ilyen típusú helyre menni, ahol ilyen nagy nyugágyazás van. Én azt szeretem, hogy megyünk, és akkor az klassz Általában jól jól szoktam nyaralni. Általában jól. Barátokkal mész, vagy jobbára egyedül? Öö, nem egyedül megyek, nem. Öö, általában van többféle, többféle barátom van, akivel el tudok menni többféle típusú utakra. <laughs> Igen igen. Most voltál nyaralni? Most, most nem. De 2020. januárjában voltam ami nyomasztott azért, mert hogy még kellett volna a pénz ugye az épülőházra, és akkor hogy én milyen aljas vagyok, hogy elmegyek nyaralni. De elmentem, és Akapulkóba mentem, ami aztán igazán nincsen közel. Hát nincs. De annyira boldog vagyok, hogy ott voltam, és álltam a tengerben ami óceán. Szóval <hut> nagyon jó volt. Csak megpróbáltam ezt, hogy, hogy jegyezzem meg, és hogyha visszagondolok, hogy milyen pillanatokat mondtam magamban, hogy jegyezzem meg, abban mindig valami esmi voltam, hogy álltam. Egy, és álltam, hozzá szeretném tenni, álltam egy óceánba, <hut> vagy egy tengerbe. De hogy álltam, a föld fő talajból talába maradt. Ez milyen érdekes pillanat. Mindig én ezeket jó. jegyeztem meg. A szabadság élménye, de állok. Föld van a lábam alatt.